Sziasztok! Varga Tibor vagyok, ez itt az autóvizsgálat.hu. A mai témát egy érdekes hozzászólás szülte. Készítettünk egy epizódot, amiben a TSI motorokról, illetve TSI motoros autókról volt szó, és ezek típushibáiról. Kaptunk egy hozzászólást szakembertől, miszerint képes érzékelni az autó azt, hogyha az olajba üzemanyag kerül. Egyébként nem képes, de ez most mellékes. Nem is a TSI motorokról szeretnék most beszélni elsősorban egyébként, hanem inkább a szerelői látásmódról, hogy van egy alap problémánk, és csak kitartunk emellett, nem gondolunk bele abba, hogy egy motor nagyon összetett szerkezet, 10 év alatt nagyon sok minden történhet vele, vagy idősebb korban már nagyon sok kopott alkatrész lehet benne, és több hibája is lehet egyszerre. Itt a hozzászóló elmondta, hogy ő lambda-szonda hibakódokból tudja, hogy az olajba belefolyik a benzin, mert a lambda-szonda ezt érzékeli, mert hogy a benzingőz a karter szellőztetés rendszerén keresztül visszaáramlik, és akkor emiatt dús az üzemanyag. Hát rossz hírem van, nem emiatt dús az üzemanyag, és nagyon érdekesen milyen is az élet, pont beleszaladtam egy ilyen TSI motoros autó vizsgálatába pár nappal ezelőtt, amelyik autónak az összes TSI típus problémája egyszerre megvolt. Tehát hogy az a lényeg, hogy több hibája is lehet egy autónak. Hogyha a lambda-szonda értéke felborul és dús TSI motorok esetében, akkor jellemzően ez nem azért van, mert az üzemanyag szivattyú átengedi a benzint az olajba. Ez is így van, de ez egy külön probléma, hanem azért, mert tönkre mennek a porlasztók. Jelen esetben ennél az autónál az egyes porlasztó szépen mondva behúgyozott, tehát átengedte, rossz minőségben, rossz képben porlasztott be, ezért fel is borult, és érdekes módon itt hibakód még nem volt, viszont a lambda-szonda értékén nagyon jól látszott, hogy szinte állandóan dús a keverék. Még épp, hogy nem annyira egyébként, hogy kidobja a hibakódnak. Emellett meg volt az a probléma is, hogy átengedte az üzemanyag szivattyú a benzint az olajban, és az olajnak egyébként elég erős benzinszaga volt, meg emellett még volt más problémája, és az autónak vezérműlánc problémája, tehát hogy ennek az autónak 3-4 olyan típus problémája is megvolt, ami jellemző a TSI motorokra. Ugye ez azért volt, mert viszonylag kiskilométeres autó volt a korához képest, jellemzően városba használták, viszont költeni soha nem akart rá senki. Mire elért odáig ez az autó, hogy eladó sorba került, pontosabban lehet, hogy ezért került eladó sorba, addigra pont a belekilógott. Tehát, hogy amikor diagnosztizál egy szerelő egy problémát, nem tanácsos arra gondolni, hogy egyetlen egy hibája van csak az autónak. Mindig érdemes tovább gondolni, hogy miből adódhat ez a hiba. És lehet több alkatrész is hibás, lehet több alkatrész is rossz, nem egyszerre csak egy alkatrész. Sőt, ugyanazt a hiba jelenséget több különböző alkatrész problémája is okozhatja. Tehát ezért nem jó sztereotípiák alapján autót diagnosztizálni, vagy egyáltalán autót szerelni, meg különböző fórumokról tájékozódni, mert félre fog vinni titeket, és nagyon sok pénzt fogtok a semmire kidobálni. Úgyhogy javaslom mindenkinek, aki autót javít, autót szerel, akár akkor is, hogyha otthon próbálod megoldani az autódnak a hibáját, hogy ilyen szemüvegen keresztül vizsgáld a problémát. Ne sztereotípiák, ne fórumos hozzászólások alapján. Minden hiba lehet egyedi. Nincs olyan szerelő, én sem egyébként, aki mindent látott, mindent tud. És higgyétek el, aki az észt osztja a neten, nem feltétlenül szakember. Egy jó szakember ritkán osztja meg a sok éves tapasztalatát a közzel, csak úgy, és szórja szét a világban. Úgyhogy szerelésre fel, és osszátok meg a videóinkat, hogyha tetszett. Lájkoljátok, meg iratkozzatok fel, meg minden ilyesmit, amit ilyenkor szoktak. Sziasztok!